Jó estét kívánok, kedves nézőink! Augusztus 29-e a Magyar Fotográfia napja volt, úgyhogy első beszélgetésünk ehhez kapcsolódik. Kenézica a vendégünk, ugye fotográfus vagy. Már ez is egy érdekes dolog, hogy ki az, aki fotográfus, ki az, aki fényképész, vagy fotóművész. Mi alapján nevezik meg tulajdonképpen a szakembereket? Én azt gondolom, hogy végzettség alapján. Te egy, ha mondhatom ezt, egy nőnek nagy öreg vagy a szakmában, hiszen ugye te már tényleg beírtad, befotóztad magad a nyíregyháziak emlékeibe. Ott van rengeteg kép szerintem nagyon sok embernek a családi albumában. Bár azt se tudom, hogy papíralapú képeket nézegetünk-e ma már, vagy inkább mappákba rendezgetjük a fotókat és felhőkbe tartjuk. Tehát óriásit változott szerintem a technika azóta is, hogy te ezen a pályán vagy. Mennyire nosztalgiázol mondjuk a régmúlt felé, vagy hogy érzed, jó-e, hogy ekkora hatalmas robbanás volt ezen a területen is? De most arra gondolsz, hogy a digitális fotózás meg az analóg között, meg hogy mennyi papírképet őrizgetek mondjuk? Mondjuk igen. Hát dolgoztam analóg fotóval, azon tanultam igazából. Nekem erről most az jutott eszembe, hogy van egy fotóalbumom, ami a déd nagymamámé volt, aztán a nagymamámé lett, és pont azon gondolkoztam, nem csak a napokban, hanem amióta előkerült ez a fotóalbum, amiben benne vannak még az 1800-as évek végéről egy-két ilyen nagyon-nagyon halvány fotó, amiket csináltak a nagymamámék esküvői fotótól kezdve, és akkor végig így a család, a gyerekek, és akkor egyszer csak már mi is benne vagyunk, és már az unokák is, már mint a nagymamám unokái. És hogy nekünk nincs ilyen. Igen, digitális mappákban vannak, a gépen, itt-ott letárolva mindenféle külső eszközön nincsenek papírképeink, alig van egy pár. Nálam legalábbis nincsenek kirakva a családi képek a falra, egy-kettő van a gyerekekről, de amúgy nincsen már ilyen. És ez szerintem baj. És azon gondolkoztam, hogy így tényleg össze kéne szednem nekem is. És akkor majd valaki ennek tökre fog örülni, hogy van egy ilyen szép album. De nyilvánvalóan azért van, mert annak idején akkora ünnep volt, ha valaki elment a fotográfushoz, egy évben egyszer mentek el, vagy hogyha gyerek született, tehát nagy családi eseményekkor készültek képek. Ma már ugye szinte mindenki több tízezer képet, meg több ezer képet tart akár a telefonjában, akár a számítógépén, tehát nagyon nehéz eldönteni, hogy mi legyen az, amit tényleg kinyomtasson ebből. Nem tudom, hogy lesz ebbe változás. Az biztos, hogy időnként, legalábbis én úgy érzem, hogy egyet-egyet úgy ki kell nyomtatni, hogy az tényleg ott legyen, és hogyha áramszünet van, akkor is lássam ezeket a képeket. Most, hogy egy-egy telefon mondjuk, és különböző alkalmazásokkal az emberek is nagyon sok képet készítenek, hogy érzed, mennyire van elismerve mondjuk egy fotográfus munkája még? Hát én annyira nem érzem azt, hogy versengenem kéne egy telefonos fotóval. Nem fotózok telefonnal, csak ilyen tényleg ilyen kis hülyeségeket, hogyha ilyen szívecskéket, meg ilyen ilyeneket. De nem fotózok telefonnal, meg egy-egy szelfi, de nagyon bénán szelfizek. Szerintem abszolút, és nekem nem változott, illetve nem lett kevesebb az ügyfélköröm attól, hogy rengeteg telefon tud egy csomó mindent, és rengeteg embernek van most már fényképezőgép a kezében, akár tud vele fotózni, akár nem. De valahogy ennek még mindig megvan, ennek ellenére is a hagyománya az, hogy egy család egyszer legalább egy évben eljön hozzám, illetve ha van valami fontos dolog az életükben is, azt meg akarják örökítetni, és nem bízzák arra, hogy majd valamelyik haver, családtag, mit tudom én, végig tolja telefonnal, vagy az ő fényképezőgépével, akkor engem hívnak, mert én egy külsős vagyok, nem ismerek mindenkit, és nem vagyok, szóval objektíven tudom lefotózni az eseményt. Tehát tulajdonképpen te
úgy látsz, mint egy fényképezőgép, tehát az, amit megörökítesz, az a valóság. Mennyire szívesen nézik az emberek a valóságot, hogy mennyire szeretik, hogyha egy picit szépítve van. Megint csak visszanyúlok oda, hogy különböző alkalmazásokkal gyakorlatilag már nem is tudok olyan selfit készíteni, hogy úgy nézek ki, ahogy, mert benne van automatikusan a telefonomba ez a retusáló akármicsoda, tehát egy kicsit úgy veszem észre, hogy mindenki egy picit a szebb arcát szeretné mutatni a világnak. Persze, abszolút egy fotós, aki mondjuk nem arra van ráállva a szeme, mondjuk elég csúnya volt, de mindegy, hogy csak simán riportot fotózzon, az idealizál. Én is, durván. Viszont egy eseménynek a rögzítése, akár esküvőről beszélünk, akár milyen másról, annyiból jó, hogy ott van egy profi fotós, akár én, akár más, hogy tényleg egy kívülálló szemével fotózza le azokat a dolgokat, amik aznap történnek. És egy csomó mindent nem veszel észre. Te, mint aki benne vagy az eseményben, nem veszed észre azt, hogy te hogy viselkedsz, hogy viselkednek vele, egy csomó helyen nem vagy ott. És akkor ezeket tök jó visszanézni. Mondjuk egy esküvőn tegyük fel, mennyasszony vagy. És, ez egy beszűkült tudatállapot abszolút, úgyhogy... Szóval így az eseménynek, a történéseinek 30%-át, ha észreveszi, felfogja bármi. És akkor ezt utólag rögzítve van fotón. És rengeteg minden javarészint vicces dolog derül ki ilyenkor. Szóval vannak kedvenc témáid? Mit szeretsz jobban fotózni? Eseményeket, esküvőket, vagy portrékat? Figyelj, amikor én elkezdtem ezt az egészet, amikor lett stúdióm, meg egyáltalán elkezdtem fotózni, én azt gondoltam, és nagyon sokáig azt is csináltam, hogy ez a lakossági szolgáltatótól. Így mondják az emberre, hogy fotóművész, meg ilyesmi, de én szerintem nem, mert alapból nem. Gondolom magamról ezt, de szóval akkor azt gondoltam, hogy ugye lesznek esküvők, babák, kismamák, családok, rendezvények, kb. Mert hogy a fotózásnak is van egy csomó területe. És én akkor azt gondoltam, hogy fú, én épületekben nem fogok belefogni, én tárgyfotózást nem fogok csinálni. És azóta kiderült, hogy de. És imádom. Mindet imádom. Igazából ez úgy működik, hogy ha valami egy kicsit sok lesz már, mondjuk így egy nyár alatt tele vagy az esküvőkkel, és akkor kezdesz egy kicsit elfáradni abban, hogy mindenkinek újat csinálj, és mindenki gyönyörű legyen, és olyan helyszíneken, hogy így állom, és tényleg abból legyen egy óriási kép majd a falon, akkor egyszer csak jön valami más. Ebből elkezdtem pár éve zenekarozni. Koncertekre járok, az zenekaroknak az arculatait csinálom, és ez egy tök más történet. Melyik volt a legizgalmasabb zenekar fotózás, vagy amit a legjobban élveztél te is? Hát ugye azt tudjátok, hogy a Karma Pirinnel dolgozom itthon leginkább. Úgyhogy persze velük, mivel velük már így bejártam egy ilyen egész hosszú akkor utat. Már nem vagy objektív. Szinte már szubjektív vagy, gondolom, a zenekarral, nem? Hát nagyon jól ismerem őket, minden egyes rezdülésüket, és minden malasan, mert mindenbe beleszólok, a legalábbis a látvány szinten. Ez a látványfények, képes vagyok oda menni a világítóhoz a koncerten. Hány milliót kattintottál? Ki tudja? Nem tudom. De figyelj, van egy ilyen nagyon izgi dolog, nem ez a gép, pont ott volt az asztalomon, mielőtt eljöttem, és gondoltam, hogy őt hozom el, de túl van a zára a kb. 1 millió egyes exponáláson, amit nem nagyon bír ki egy zár. Nincs még kicserélve benne a zár. Ezek a gépek, amiket én használok, kb. 500 000-t bírnak papírforma szerint.
Na, ő valahogy így ezt túlröppente már kétszer legalább. Hány géppel dolgozol most jelenleg? Kettővel dolgozom, kettő van nálam. Ezek majdnem már kiöregedtek, ez a kettő nem, itt az asztalon? Nem, ők nem is az enyémek voltak, őket kaptam, csak így elhoztam őket, mert olyan szépek. Nincsenek használatban, lehet el kéne vinni őket így megjavítatni, vagy valami, de úgy vannak használatban, hogy kelléként használom fotózásra. A vidoron fotóztál? Hát a karmapirintja. Ah, igen. Igen. És te szereted, ha fotóznak? Nem. Amúgy. Azt állom. Tehát akkor Schusternek cipője, és a fotóművész nem, olyan nem szinten nem szeretem, modell. Hogyha valakit meglátok, akkor szólok, hogy így nem kéne, nem minden képet tiltok magamról ilyen közösségi oldalakon, amit nem láttam előtte. Vagy be vagyok jelölve, nem szabad. Voltam már, volt fotózás rólam, de tudod, akkor az tudtam, hogy olyan emberre bíztam magam, aki úgy fog látni engem, ahogy én szeretném. Olyan volt fodrás, minkás, és akkor ez így tökéletes volt. Nos, hát köszönjük szépen, kedves Ica. Hát azt kívánom, hogy ezek a gépek jól bírják, hogy még sok-sok millió. Tudod, ezeknek is olyan lelkük van, mint hogy... Mint aminek. Végülis a fényképezőgép is ember, akkor maradjunk ebben.